Na szervusztok gyerekek, itt vagyunk Kőbánya Kispesten. És láthatjátok, hogy még aktív üzemben mennek itt a buszok. Ez például egy arrivás busz volt, ott egy 98-as busz parkírozik még, illetve majd itt mindjárt megjelenik egy metrópótló, ami még a Lehel térre fog indulni. Igen, itt a nem szállít utasok előtt elé be is vág, és szépen már áll is be forgalomba. Túl sok utasa nem lesz most. De igen, és közben itt áll egy 85-ös, de hát az időpont az vasárnap este, és hát 22 óra 38 perc van. Úgyhogy ilyenkor azért már a forgalom csökken, de még nem minimalizálódik azért. Ez van, egy órával később azért már, hát egy órával később már nem túl sok busz indul, de egy órával később már még kisebb itt a forgalom. Hát sajnos a szeméthegyek azok nem feltétlenül az estéhez kapcsolódóan figyelhetőek meg itt Budapesten, hanem úgy általánosan. Inkább így úgy mondanám, hogy Délpesten, de azért sajnos ez mindenhol jelen van. És akkor most szépen átmegyünk itt a vasút irányába. És hát láthatjátok, hogy éppenséggel nem hogy óriási nagy a tömbörülés itt. Ugye azért a hétköznapokban, illetve nappal nem ez a látványa megszokott. Kicsit állítunk, és így tökéletes lesz. De most a terv az, srácok, képzeljétek el, hogy hát én nagyon-nagyon régen volt az, hogy így éjszakáztam idézőjelben, és ugye az előbb is mondtam, hogy 22 óra 38 volt az előbb, most már mit tudom, 42 van, tök mindegy. Tehát nagyon-nagyon rég volt az, hogy én ilyen időszakban még úgymond kim voltam, közlekedtem, vagy bármi dolgom volt. Ugye az utóbbi másfél évben az a jellemző leginkább, hogy én olyan 8 óra környékén így a párommal már el szoktuk foglalni az ágyikót, és a 10 óra környékén már beszoktunk hunyni ugye a tévén, vagy filmen, vagy bármi, amit éppen nézünk. Mert hát annak idején azért éltem én is éjszakai életet, pláne nagyon-nagyon régen, mikor ilyen 22-23 éves voltam, de az utóbbi időben ez már abszolút nem jellemző rám, és gondoltam, hogyha ez a mai nap így alakult, mert hogy ez a vasárnap este úgy alakult, hogy bemegyünk a Nyugatiba, meg vissza, akkor ezt a napot rögzítem nektek, úgymond, vagy ezt az éjszakát, és kicsit közlekedünk itt az estébe, és megmutatom nektek az éjszakai vonatozást, lehet ezt itt mondani. Hát lemegyünk most ide első részbe, innen szoktak indulni a Kunszent Miklós-tasi vonatok, hát az nem tudom, hogy egyetem van-e még Kunszent Miklós-tasi, ami még indul, de van. Pont benne áll egy kék flört. Úgyhogy ne is engem sasoljatok akkor. Jaj, bocsánat. Láthatjátok, még van Kunszent Miklós-tasi vonat. Hát mi most ezt nem veszük igénybe, mert ez most nekünk nem kell. Ugye ez Ferencváros irányába megy, aztán ugye Ferencváros után a Soroksári út, Pest Erzsébet, Soroksár, és úgy hagyja el tulajdonképpen a közigazgatási határt, és megy ki a városból. 23 óra 21 perckor indul, egyébként rohadt soká, olyan szempontból, hogy ennél van előbb induló innen Kökiről, de mondjuk nem abba az irányba, ezt hozzá kell tenni. És azt is hozzá kell tenni, hogy csak miattatok utazunk, tehát nincs különösebb cél. Azaz azért, vagy azaz úgy alakult, azt úgy kell érteni tulajdonképpen, hogy a holnapi nap nem kell korán kelnem, mert hogy általában tényleg ilyen 5-6-7 magasságába szoktunk kelni. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor kihasználom az alkalmat, és ma vasárnap este csapassunk egy ilyen kis éjszakázást a városba tulajdonképpen, úgyhogy gondoltam, akkor bemegyünk a Nyugatiba, és a 2255-ös IC-vel fogjuk ezt megtenni, vagy megtehetnénk a 23-1-es, talán S50-es, de nem vagyok most ebben biztos, és aztán vissza is tudunk jönni, mert 23-41-kor, vagy 43-kor indul egy a Nyugatiból ide vissza, és akkor ez a menet tervünk. Itt pedig egy ilyen leszívót láthattok, ezzel szívják le a flörtöknek a WC-jét, WC tartályát. Úgyhogy igazából ahelyett, hogy pihennék ezen a napon, amikor aztán lehetne aludni, csapatni, mert azért az, hogy nem kell korán kelnem, az egy dolog, de így is 10 órakor például a fodrászhoz megyek. Szóval ahelyett, hogy pihennék, inkább kijöttem, aztán mondom, akkor csapatjuk itt a videózást az éjszakába, és akkor vonatozunk egyet.
mindenképpen. Na, ahogy látom, itt áll még egy G43-as is. Ez Tárnok, Kelenföld és utána Martonvására veszi az irányt. Azt hiszem ez az utolsó, ami Martonvására megy. És azt néztem először, hogy egy kelenföldi túrát kéne csapatnunk, de hát sajnos a visszaérkezése az nem túl csábító, ugyanis vissza már nem is tudnánk jönni. Ó, de ez most meg nem is fog elindulni. Pedig amúgy elfog, ha jól néztem, tehát ez még majd elmegy. Most láttátok, még Kőbánya Kispest van kiírva, már mondjuk az már elég sejtető. Hát francia tudja, srácok, most nem akarok okoskodni, pedig néztem egy ilyen kelenföldi járatokat is, de én úgy emlékszem, hogy vagy lehet, hogy 22-43-kor ment el, nem, szerintem 23-21-kor fog ez majd elmenni. De most nem akarok nagyon okoskodni srácoktól, tényleg maradjunk annyiba, hogy nem tudom, de az biztos, hogy ez egy G43-as flört volt a legutolsó forgalomba helyezéskor. Úgyhogy ennyi. Láthatjátok, hogy itt nem túl jelentős az utasforgalom, így a peronon, de hát nem véletlen, hiszen most erről a két vágányról nem is fog elindulni vonat. Ellenben például a velünk szembe lévő vágányról, amit most a flört miatt nem láttok, ott egy debreceni vonat lesz, ott azért jó sokan állnak, meglepően sokan még számomra is, azt azért el kell nektek mondjam. És azt is mindenképp így a 6. percen el kell mondanom, srácok, hogy igazából ebbe a videóba ne várjatok, bocsánat, ne várjatok tőlem ilyen baromi mélyelszántó videót, meg ilyen nagyon-nagyon tartalmas videót olyan szempontból, hogy Debrecen nyugati, 22:49, szerintetek ez a mi vonatunk? Szerintem igen. De nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy most nem vártatok egy ilyen nagyon mélyen szántó videót. Fáradt is vagyok baromira, azért este van, én ilyenkor már aludni szoktam. De úgy voltam vele, hogy ha már olyan ritka napok egyikén vagyunk, amikor ilyenkor még kint vagyok, kint tudok lenni, inkább így mondom, akkor mondom, csapassunk már egy ilyen utazós videót, úgyhogy igazából ez másról nem fog szólni, mint hogy milyen éjszaka vonatozni, meg milyen éjszaka a vasút körül az élet tulajdonképpen, úgyhogy semmi másról nem fog ez a videó jelen esetben szólni, és hát 19 óra 11 perckor innen erről a vágányról ment el egy uzsgyi, ami szerintem még mindig a nyugatiba van, de ez ki fog derülni majdnem sokára. És akkor most érkezik egy, ami nekünk jó lesz, 22:49-re volt kiírva, de némi késéssel fog érkezni, mert már olyan 50. Most mondják be. Az első vágánya. Tovább indul Budapest nyugati pályaudvarra, csak Zugló megállóhelyen áll meg. A vonat elején található Intercity kocsikba az Intercity bót és helyjegy váltása kötelező. A vonat többi kocsia csak gyors vonati bótjeggyel vehető igénybe. A vágány mellett... Ez amúgy nem igaz, mert ugye a BKK, tehát a metrópótlás miatt most igénybe vehető minden teljes mértékben ingyenesen. Ez csak séma szöveg. És egy szili húzza, sőt egy retro MÁV kocsi, ugye ezek szegediek. De nem annyira meglepő, de az is érkezett. És akkor már természetesen a retro kocsiba szálltam, ha már adott a lehetőség, úgyhogy ezzel fogunk tovább utazni. Na, hát el is indultunk, és akkor ha minden igaz, akkor Kőbánya alsón nem állunk meg, hanem majd csak Zuglóba, és utána már a nyugatinál tökéletes nekünk, és lehet, hogy még elcsípjük azt az úsgyit is, ami egyébként félig piros, félig kék kiszerelésben érkezett ma ide Kőbánya Kispestre, aztán nyugatira. Úgyhogy nem is jöttem ki levideózni, mert ugye már videóztunk, hogyha teljes kékbe jött volna, akkor kijöttem volna. És ezt itt láthatjátok, egy szegedi IC, Szeged Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Cegléd, Ferihegy és nyugati gyorsvonat. Úgyhogy igen, elméletileg csak gyorsvonati pótjeggyel vehető igénybe az ilyen típusú vonat, de mivel van a... Bocsánat. Hát igen, este van még pláne. Szóval miután van a metrópótlás, ezért a MÁV úgy rendelkezett, hogy az összes IC-t tulajdonképpen ingyenesen BKK bérletben igénybe lehet venni, BKK bérletben pedig van
rövidesen fogom megállni. Csak elköszönnek. Szóval most már így ingyenesen igénybe vehetünk a BKK-t bérleteseknek az IC-t, úgyhogy ez azért jó tudható. Hogyha esetleg IC-vel utaznátok, vagy IC lenne a legközelebbi, ami érkezik éppen, és Budapesten belül most igénybe vehető, amíg a metrópótlás tart, ami hát még egy ideig tartani fog. Mindjárt zuglóban vagyunk. Na hát most haladjunk el Kőbánya alsón, ugye itt nem áll meg az IC, hogyha olyan zónázóval jöttünk volna, akkor megálltunk volna, de ez most számunkra tulajdonképpen teljesen lényegtelen is ilyen formában. Ugye Kőbánya alsó az többek között egy olyan állomás, ami hamarosan felújításra kerül, hogy ezt a keleti sajtótájékoztatón hallhatjuk. Na, és elhagyjuk szépen Zuglót, és hát beszálltam egy ilyen saját kis fülkébe, srácok, és nagyon gáznak fogjátok tartani, hogy fogalmam sincs, hogy hol a villany kapcsoló, ugye? Na, nyugati. Ez lenne? Ez lenne. Ó, gyerekek. Szóval így néz ki a retro map festésű kocsi belülről, hát igazából talán azt tudnám mondani, hogy a festésen kívül semmi sem retro, hiszen semmi sem így nézett ki annak idején, ugye? De kívülről azt a feelinget visszaadja valóban, és ugye amikor ezeket kihozták még Becskő Andrással, azt hiszem a Délibe filmeztük ezeket, amikor még utasforgalomnak nem volt átadva, hanem még a főműhelyből kigurultak, ugye arról van egy tök jó videó, elég sokan néztétek meg, úgyhogy biztos sokan emlékeztek rá. Úgyhogy hát ha eddig hülyén néztek, hogy ez a hatalmas stabilizátor itt a kezemben van, akkor most ez hatványozottabb igaz, hiszen most még este is van, éjszaka is van lassan már, ugye mondhatjuk, hogy éjszaka, hiszen 23 óra is elmúlt most már, úgyhogy sokan azt gondolják, hogy ki ez az idióta, aki még ilyenkor videózik. Hát én, mert imádom, és annyira feelinges most vonatkozni, és srácok pedig nyilván kis távokat járunk be, tehát a köki nyugati és nyugati köki, ez egy semmiség, de nem tudom, hiányzott ez a feeling, hiányzott egyáltalán ez az esti utazás, szeretem, csak hát mostanában ez a lehetőség nem adott számomra sajnos, de mondom, hogyha most itt van a lehetőség, akkor egyrészt magamnak is megadom ezt a dolgot, és titeket sem hagylak ki. Szerintem most érkezünk majd mindjárt a Városligeti elágazáshoz, jön az állatkert megálló, ugye ahogy szoktam mondani, és aztán itt vagyunk már a Nyugatinál mindjárt, megnézzük, hogy benn van-e még az útki, elméletileg még benn lehet simán, úgyhogy meglessük, srácok, jó? Nézzetek körbe, egyébként meglehetősen kényelmes, egy hosszabb útra, abszolút ideális utazó részhez. Utazó fülkez, úgyhogy abszolút kultúráltan lehet itt utazni, valaki itt hagyta a jegyét is. Honnan utazott? Fókusz állj már oda. Hát igen, a kamerám ez néha nem akar, látjátok? Nem, de egyébként melyik út és Zugló. Tehát melyik útról jött, és most szállt le Zuglóba. 3690 forintot fizetett, az azért nem semmi. Hát igen, sajnos a vasút egyébként ilyen hosszú távon nem feltétlenül olcsó mindig minden esetben. De például Oszkárról ezt egy olcsóban is meg lehetett volna úszni. Na mindegy. Haladunk, aztán mindjárt benn vagyunk Nyugatiba. És elméletileg akkor ugye ezzel kapcsoltuk fel a lámpát, és ezzel tudunk hőmérsékletet állítani, tehát most elkezd majd itt hűteni nekünk. Innen kéne jönni a hűtésnek? Hát nem tudom. Nem tudom, hogy ez működik-e. De ahogy látom már, itt vagyunk Nyugatinál, úgyhogy lényegtelen is, mondjuk egyébként is lényegtelen lenne, de valószínűleg ez most nem fog kiderülni. Na szevasz, Nyugati, megérkeztünk. Itt vagyunk, srácok.
Na és akkor kiszálltunk ebből a szép retro kocsiból, ugye, ha már az ember megtehette, akkor inkább ezzel utazott, mint bármi mással, mármint a kocsik közül. És hát itt vagyunk, Nyugati Pályaudvar, megérkeztünk, mellettünk egy fecske, és hát körbenézünk, megnézzük például, konkrétan itt van-e még az Uzsdi, ugye, Szentesi, ugye ez Szentesről jött, 16.35-ös indulással, azt hiszem 19.11-re ért Kőbánya-Kispestre, és azt hiszem ide 23-ra, 24-re, 25-re. És azt hiszem, hogy itt szokott lenni elég sokáig még utána, mert hogy például az egyik kedves nézőm is szokta még fotózgatni itt a késő estébe. Úgyhogy lehet, hogy itt van, aztán lehet, hogy nem. Mindegy, körbenézünk, hát van időnk bőven, mert a 23-43-as vonat az még bőven odébb van. 23-14 van. 13, bocsánat. Közben itt már tisztítják a peronokat és a vágányokat is, illetve itt áll egy kombinó, ugye a 4-es 6-os vonalán, hát azt most 4-es vagy 6-os, azt nem tudom, de alapvetően majdnem mindegy is, hiszen ha Moszkva tér irányába tart, akkor egyfele tart mind a kettő, de ez egyébként egy 4-es. Maradjunk a tisztánlátásképpen a pontosságnál. Láthatjátok, hát a 4-es 6-osról azt kell tudni, hogy éjjel-nappal közlekedik, csak nyilván megritkítva. De ilyenkor még ezért, még ilyenkor is elég sűrűn, tehát 23 után megvárjuk, még ezt szépen itt elhalad a Nyugati Pályaudvari megállójából. Ugye láthatjátok, hogy a forgalomnak is piros van, és a holdfényjelző is tilosat mutat még egyelőre a villamos vezetőjének, úgyhogy még átsorog egy kicsit. Na és akkor kis várakozás, meg nektek egy vágás, és már el is hagyja a helyszínt a kombinó, szerelmény Siemens kombinó, ugye? Szépen halad a Szél Kálmán tér irányába, megy Budára. Budáról jött, Budára megy. Ugye hétvége lévén itt sem közlekedik a metró, mert hogy hétvégenként ugye a Lehel térig metrópotló autóbuszokkal lehet utazni, hétköznap ez máshogy lenne, ha hétköznap lenne, akkor tudnánk például Pandát is filmezni, azt most nem fogjuk tudni megtenni, mert hogy vasárnap éjszaka van. Úgyhogy körbenézzünk itt egy kicsit, hogy rengeteg busznak van végállomása. Itt a West End, ugye, az egy pláza, és azoknak a nézőimnek, akik esetleg nem jártak még itt Budapesten. És itt ugye itt a Nyugati Pályaudvarnak az oldala, itt ugye van egy ilyen taxi drost, meg egy P+R parkoló, és hát láthatjátok, hogy nem túl aktív a környezet. Hát igazából meglepő, de innen már a 91-es kivételével minden más busz az már éjszakai járatnak minősül, tehát a 950A, a 931-es, a 914-es, a 931-es, azt hiszem ezek mind éjszakai járatok, de nyugodtan javítsatok ki, hát ezekben aztán pláne nem vagyok otthon, tehát soha nem voltam egy nagy éjszakai járatozó, tehát hogyha voltak egy-egy ilyen stém, amik ilyen kimaradásosak voltak, mert nyilván voltak, hát én is voltam fiatal, így 28 évesen mondom ezt, szóval Akkor leginkább taxisztunk, úgyhogy nem túl sok éjszakai buszozási élményem van, ezt megmondom nektek az őszintét. Hát itt van egy műszaki pihenő, ez valószínűleg akkor éjszakai busz lesz majd. És ugye itt van egy elektromos roller, amit lehet bérelni, ez hasonló az ilyen molbubis biciklikhez képest. Fogalmam nincs, azt hiszem talán applikáción keresztül lehet ezeket kibérelni, de nincs hozzá túl sok fogalmam, mert nem nézegettem még, hogy ez hogyan is működik. Itt egy be fog fordulni talán ez a csuklós, ez sincsen forgalomban már. Igen, itt fog jönni mindjárt. Jó, hát mi is itt átcsaphatjuk. Egyébként innen a Lehel tér az még egy metró megállónyira van, amit most mi nem fogunk érinteni, bár legyalogolhatnánk, de akkor már azért kicsit kellene fosni, hogy elérjük-e az utolsó Kőbánya-Kispestre visszainduló vonatot. Na és akkor nézzük, hogy mit ad nekünk a pályaudvar. Itt az egyesen semmi, a kettesen és a hármason két flört, amiben nem lehet beszállni. A négyesen szintúgy, tehát nincs kiírva, hogy ez még esetleg ma elindulna. Az ötösen egy S71-es Váci, arra ki is van írva, úgyhogy ez lehetséges, hogy akkor még ez forgalomba is áll. A 6-oson semmi, a 7-esen sincsen kiírva semmi,
konkrétan a 8-as, 9-esen szint úgy, illetve ott a 11-12-13-asról talán most hagyja el a nyugatit az a vonat, amivel mi is érkeztünk ide. Ugye ott láthatjátok a nosztalgia szerelvényt, a nosztalgia festéssel az Intercity. Ugye 12. vágányról bocsánatot kérek, és a Cityt itt hagyta a nyugatiba, ami ide húzta. Az itt maradt, és az egyedül megy. Na, hát mivel Kőbánya Kispestre megyünk, ezért gyanítom, hogy nekünk majd az ilyen 15-16-17-es vágányok egyike kell majd, de mindjárt megnézzük majd itt a kijelzőn. Azt is gyanítom, hogy nem a Desiroval fogunk sajnos menni, pedig szívesen Desiroznék egyet itt az este folyamán még, de hát nem tudom, szerintem egy flört lesz az, amivel majd hazafele megyünk, de nem tudom tényleg, tehát ez az esti vonatozás, ez nekem egy tök nagy élmény, most kinevethettek srácok, de baromira, most már nem csúnya szót mondtam, de nem szeretek egyébként, mert tudom, hogy sok kiskorú néz, és nem szeretek csúnyán beszélni. Pedig szoktam, tehát felvállalom, sajnos. A 12. Na. Az az volt, ami most éppen elment a Cilli meg az Intercity kocsik, úgyhogy ez lehet, hogy akkor megnézzük, hogy mi az, mi lesz az, mert még bőven van időnk, de először szerintem nézzük meg, hogy nekünk majd hanyas vágányra kell mennünk a mi vonatunkért. Na srácok, hát az a helyzet, hogy nekünk az a Cegléd-Szolnoki is tök jó, az a 15-ös vágányról indul majd, ez az S50-es lesz, és az a S21-es gyálócsoda Bas Lajos Mise, ugye ez lesz a Desiro, hát ha minden igaz, ez is jó lenne nekünk. Na hát mindegy esetre oda megyünk a mi vágányainkhoz. Itt a Kőbánya Kispest felé induló vonatok azok erről az oldalról indulnak, az Esztergom, Vác, azok pedig inkább onnan, ahonnan az egészet elkezdtük. Tehát ott az 1-2-3-4-1-es vágány környékéről szoktak indulni. Úgyhogy az Intercity-k meg az ilyen például a nosztalgiák, a gőzős, azok pedig innen bentről szoktak általánosságban a 10-11-12-13 vágányról indulni. Egyébként van aluljáró rendszer is, amit én nagyon ritkán szoktam használni, tehát én inkább így körbe járogatok általánosságba. Úgyhogy ennyi, hát a nyugatit ugye rendszeresen használom, én nagyon sokat használom személy, tehát hogy mondjam, Budapesten belüli közlekedésre a vasutat, és ugye az egyik ilyen nagy táv, amit meg szoktam tenni, az pont ez a nyugati Kőbánya Kispest hétvége kivétel, úgyhogy ezért is nem tudom a hétvégi menetrendet, tehát ezért is vagyok egy kicsit ilyen tanácstalan ilyen szempontból, mert ugye a hétköznapi menetrenddel vagyok tisztába. Na hát visszaérkeznek a kocsik, és ugye itt van a retro festésű kocsi is, amiben mi jöttünk, és képzeljétek el, srácok, hogy hát számomra mázlik, de végre nem egy unalmas flörttel, hanem annyi flörtös videó van, amivel flörttel utazunk, és oly kevés Desirós, úgyhogy most Desiroval fogunk utazni, srácok, képzeljétek el. Ugye Lajos Mizsére megy, én nem gondoltam, hogy még megy Lajos Mizsére vonat, de ez rohadt későn ér majd Lajos Mizsére. Nem is tudom mikor. De láthatjátok, hogy kicsit így meg van emelve a Desiro két oldalról, és itt középen van egy rész, ahol oldalt is le lehet ülni, illetve van benne természetesen WC, ahogy a flörtökben is. Amit, hogyha például hívként funkcionál a Desiro, akkor azt nem lehet használni. Mert ugye egy átlag hívszerelvényen se lehet használni. És elvben létrehoztak ilyen dohányzó részleget, amit nyilvánvalóan nem lehet használni, tehát nincs ilyen, hogy dohányzó részleg a vonatokon. Ez csak így a gyártó és a kivitelező ötlete. Na most lehet, hogy tényleg hülyeséget mondtam, úgyhogy ezért elnézést kérek, mert hogy ott is például ki van téve, hogy nem dohányzó, úgyhogy akkor nem tudom, hogy ez az ajtó, ez miként funkcionál. Tehát én azt gondoltam, hogy ez ugye régebben még jobban elfogadott volt ez a dohányzó részleg és nem dohányzó részleg történet. Hát azt hittem, hogy ez is ilyen, de nem. Úgyhogy ezért elnézést, srácok, ez hülyeség volt.
Na hát egy laza 20 perc késéssel el is indultunk. Még a szolnoki, ami ugye 43-ra volt kírva, az is hamarabb elindult, mint mi, aki 33-ra. Na, srácok, hát valószínűleg a késő sok az lehetett, hogy egy ilyen hármas csatolásban megyünk. És érezni is lehetett, amikor csatolták az egyiket, aztán a másikat. És valószínűleg akkor várni kellett, sőt. Hármas csatolás, srácok? Hármas csatolás, igen. Ha jól látom, azt hittem már négyes, de nem is tudom, hogy négyet például lehet-e csatolni. Azt hiszem a flirtbe is három a max. Szembe is érkezik majd valami, de hát azért az tényleg, tehát egyet el kell ismerni, hogy hát majdnem meglincselték szegény jegyvizsgálót, aki az egészben semmit nem tehetett. Ezt el is mondta egyébként több ízben, és teljes mértékben igaza van. De az biztos, hogy közben itt jön egy Szilivel. De egyébként Kőbánya alsón szálltam le. Mert egyrészt innen nekem könnyebb, másrészt meg akkor egy újabb megálló vagy állomás, amit így az éjszakában be tudok nektek mutatni. Szóval egy dologban teljes mértékben igaza volt az utas közönségnek, akiknek a legjava hasonlóképpen utazott, mint én, azaz közigazgatási határon belül szállt le, legtöbbje egyébként pont itt. Ilyenkor tájékoztatték el az utasokat. Tehát az, hogy a szolnoki, ami későbbre van kiírva, látjátok, késés 15 percet ki van írva, de ott nem volt kiírva a nyugatiba, egyébként ezt el kell mondanom nektek, hát itt is látjátok, mert beleég a képbe a demélyt, most már jó. Tehát láthatjátok, hogy 15 perces késéssel érkezett meg a vonat. Ami szerintem egyébként több is, mint 15 perc, ez egy nagyon kellemes becslés, mert több volt, én azt gondolom, de lényegtelen, az utas sokat tájékoztatni kell ilyenkor. Tehát azok, akik például tényleg közigazgatási határon belül, és nem úgy, mint én, ugye, akinek tényleg teljesen mindegy, hogy most mikor indulunk el, mert csak utazgat a szórakozás kedvéért, ha lehet ezt így mondani, meg ugye a videózás kedvéért, azoknak esetlegesen fontos, hogy minél hamarabb hazajussanak. Lehet, hogy munkából mennek haza, vagy munkába mennek esetlegesen, és az, hogy a szolnoki, ami 10 perccel későbbre van kiírva, az hamarabb elmegy, az igenis fontos lett volna ilyenkor egy utastájékoztató keretein belül, mennyibe tartott volna ezt bemondani, mindenki jobban járt volna. Én nem ültem volna át, mert mindenképp dezirózni akartam, meg én engem nem érdekelt, hogy most 10-15 perccel később indulunk, tehát ez engem hol érdekel, viszont biztos, hogy sokakat érdekelt volna. Úgyhogy, hát ennyi. És innen lesz még induló vonat, majd a következő 0:54 perckor lesz egy S50-es, ami majd innen megy. Tehát, mint láthatjátok, most van 0:03. Na, akkor már hétfő van, srácok. És akkor mi is most kimegyünk. A hármas villamos vonalához. Na. Hát egyet tanácsolok nektek, srácok, hogy így késétek le a hármas villamos, mert hogy majd ott fog elmenni, srácok, azt meg már mi belemérjük, az hódzier. Jó, ha mondjuk nagyon elkezdenénk most rohanni, akkor beérnénk, ez az igazság, de baromira nem fogok elkezdeni rohanni, srácok. Úgyhogy akkor én nekem marad a gyaloglás, de se baj, kibírom. Meg nekem nincs is bajom a gyaloglásra, viszont akkor, hát akkor megvárjuk a hármast, ahogy itt rákanyarodik szépen a Biharira, és halad szépen majd a Kocsis Sándor sportközpont irányába, mint hát nem láthatjátok, de ki is van írva, hogy ez már nem megy le a Gubacsira, ez már csak a Nagykörösi határútig megy, és Nagykörösi határúttól szépen a Száva Kocsiszínbe megy be pihenni ez a szerelvény, ez a KAF, a 22.01-es.
mi sem jelzi jobban, hogy már hazaérkeztem szinte, hogy már belém kötöttek a óriási nagy Osmo Mobile meg a telefon miatt. De egyébként ilyenkor én azt tanácsolom nektek, hogy egyszerűen próbáljátok meg elütni poénosan a dolgot. Én is ezt tettem, és sikeres is volt, igazából nem volt semmi probléma. De hát sejtettem, hogy ilyen minimális kötekedés nélkül nem fogom megúszni. Azért Kőbányán vagyunk, és itt a Biharin, ami nem a legjobb környék. Erősen nem a legjobb környék, ahol sétálgathatnánk. Hát nem feltétlenül valószínű, hogy egy hármasba már biztos, hogy nem botlunk bele, ami szembe jöhet, mert hogy már csak lefele van villamos, azt tudom, lefele viszont elég soká, tehát még ami most elment, 23 óra, nem, most már éjfél elmúlt, még két villamos, tehát még lesz egy ilyen 20 környéki érkező villamos fentről a mexikói irányából, és lesz egy, ami lakótelepünket olyan 42 környékén éri el, azt tudom, mert azzal egy időben rendszeresen közlekedtem, úgyhogy villamos az még lesz. És itt mellettünk a kínai negyedet láthatjátok az éjszakába, nem fogunk bemenni oda. Egyébként azt tanácsolom nektek, hogy azért az éjszakában ne videózzatok errefele. Tőlem is nagyon-nagyon nagy hülyeség. Na hát abszolút nem kivehető, de itt vagyunk Kőbánya hízlaló felvételi épületénél, hát itt van, de baromira nem látjátok. Itt a másik vasúti vonalunk, ha például Kunszentmiklósival jöttünk volna, akkor itt haladtunk volna át Ferencváros irányába. Hát srácok, csapassatok egy hatalmas lájkot, köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, írjátok meg a véleményeteket, mert ilyen még nem volt itt a csatornán, és tartsatok velem legközelebb, jó éjszakát nekem, nektek meg a napszakhoz illően elköszönök most tőletek, sziasztok!